Európai Uniós forrásból több mint 500 ezer eurós támogatásból vizsgálták a Tiszát nemzetközi és nemzeti módszertani útmutatók alapján. A projekt 2021. májusában indult. Közel fél év alatt 43 vízfolyás szelvényben összesen 253 mintát vettek, amelyekből 29 vízminőségi jellemzőt vizsgáltak. Az állapotértékeléshez több mint 5500 mérési eredményt vettek figyelembe a szakemberek. A projekt általános célkitűzései nem csak a Tiszához, a mellékfolyókhoz is kapcsolódnak. A közös természeti értékek védelme a Tisza mellékfolyóinak, vízminősége, ökológiai állapot javítása. A partnerországok közötti jó kapcsolat erősítése, illetve a lakosság természetvédelem iránti elkötelezettségének megerősítése, megőrzése. A projekt helyszínek Ukrajnába, Kárpátalján, a Tisza forrástól Tisza Újlak településig, Magyarországon Tiszabecstől Záhonyig tartó szakaszon, illetve Romániában Maros megye, az Iza, a Visó és a Mára folyók területén zajlott. Ennek alapján elmondható, hogy a Tiszán vizsgált víztestek közül 5 kiváló, 1 jó állapotú és 1 nem felel meg a jó állapot határértékeinek. A mellékfolyók esetében 5 víztest kiváló, 8 jó állapotú és 2 nem éri el a jó állapotot. A Tisza kedvezőtlen állapotú szakasza Ukrajnában, Aknaszlatina város alatt van, ahol a klorid és a cinkion koncentrációk, valamint a vezetőképességértékek nem felelnek meg a jó állapotra vonatkozó határértékeknek. És ez csak a fizikai, kémiai elemek vizsgálatának egy kis szelete. Emellett a folyók biológiai elemeit is vizsgálták, eredetileg 24 hónapon keresztül, azonban a hátráltató tényezők miatt ez 35 hónapra tolódott ki. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal lehetett a projekt gesztora, és itt egy szlovák, ukrán-román partneri részvétellel tudtuk a Tisza ökológiai élővilágát megőrizni, azt feltérképezni, mind annak ellenére, hogy mind a Covid, mind pedig ugye a háborús helyzet nehezítette ezt a környezetet. A projekt zárás így egy kicsit csúszott időben, itt az irányítóhatóság ennek a hozzájárulását megadta, viszont azt gondolom, hogy a résztvevők a mai projekten tudják majd bizonyítani, hogy a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, a Tisza ökológiai élővilága mind a projekt szempontjából, mind pedig a lakóközösség szempontjából eredményes és sikeres lehet. Bár a projekt felelős a kormányhivatal, számos hasonló, a Tisza megóvására irányuló, határon átnyúló programja van a vármegyei önkormányzatnak is. Olyan programokban is, amik környezetvédelmi célúak, gondolok itt a Felső-Tisza vidékének élővilágának megóvására, a legfontosabb vagy legnagyobb szennyező forrás most az Aknaszlatina sóbánya, amelyben felhagyták a bányaművelést. A megyei önkormányzat ezzel kapcsolatban valósított meg egy projektet. Most pedig a kormányhivatal főosztálya, illetve és főosztálya célzózta meg ugyancsak a környezetvédelmet más aspektusból, és egy magyar-román-szlovák ukrán együttműködési programban valósított meg egy programot, amely ugyanezt a célt szolgálja más nézőpontokból. Nem csak a szennyező források adatbázisát készítik el, de az eredmények az összehangolt Duna vízgyűjtő vízgazdálkodási terv fejlesztéséhez is felhasználhatóak lesznek.